Isti! Nos, szervusztok srácok! Egy újabb érdekes videó érkezik a csatornára. Én már régóta szemezgettem a Tesco-ban különböző ilyen készételekkel. Előre elmondom nektek srácok, hogy ezt a videót semmiféleképpen sem szponzorálja a Tesco. Egész egyszerűen csak oda szoktunk járni általában vásárolni, és szerintem elég jó cuccaik vannak, tehát az saját márkás termékeik azok általában jók szoktak lenni. Bár én ettem már annó tőlük szart, az biztos, volt olyan, ami nagyon rossz volt. Java része a dolgoknak szerintem finom volt, viszont a tésztáikat soha nem kóstoltam még meg, úgyhogy itt van nálunk a Tesco bolognai spagetti, ami egyébként 476 kalória és 400 g-os történet. Itt van nekünk a carbonara spagetti, ami szintén 400 g, az összes 400 g-os. Ez a leghúzósabb kalóriában, ez 704, nyilvánvalóan gondolom a tejszín miatt, ami megdobja. Itt van nekünk a penne arrabbiata, ez így néz ki. Hát ez is penne, egyébként szép adag kajáknak tűnnek, szinte 400 g, 516 kalória, és van még nekünk egy ilyen tagliatelle with chicken and spinach, tehát ez ilyen spenótos, csirkés, sajtos, azt írja krémes, gondolom ebben is van valami tejszín, ez 484 kalória. Semmiféleképpen sem ilyen fitness történetek, viszont úgy gondoltam, hogy érdekes lesz ezeket kipróbálgatni, úgyhogy meg fogjuk kóstolni az összeset, hogy mit tudnak. Hogyha tetszik a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, hát hogyha tetszett a videó, akkor később nyomhattok rá egy lájkot, valamint lehet, hogy akkor, hogyha ez nagyon bejön nektek, akkor ki fogom próbálni a többi cuccaikat is, akár még lehetne menni az Oceanba, Lidlbe, tököm tudja hova, bárhova. Megmelegítem az elsőt, legyen mondjuk az első ez a tagliatelle with chicken and spinach. Azt érdemes tudni erről, hogy ugye mint mondtam 484 kalória, 400 g, és ez volt egyébként az összes közül a legdrágább, tehát ez 1199 forintba kerül. Tudni kell, hogy clubcardos akció egyikre sem volt, ezek a teljes árak voltak, amik vannak. Hát remélhetőleg jelenleg még, és nem fogják ezt is feljebb vinni. Ez mindenképpen pozitív, hogy ez nagyon könnyen lejön róla, és nem hagy rajta ilyen kis szarokat a szélén. Még így félkézzel is tök jól le tudom szedni. Amíg az ételeink melegednek, addig ejtsünk pár szót a mai videó szponzoráról, a Mac Arena-ról. Ez az első telefonos játék, ami hülyen átadja a PC-s és konzolos shooter játékok élményét. Ez egy taktikai csapatalapú 5v5 shooter, a néha csak egy-két kört lenyomok a haverokkal, fanolgatunk, és a komolyan veszem skill-alapú versengő súlyok játékosok tökéletes egyvelege. Adott egy halom király meg mindegyik egyedi képességekkel és játékstílusokkal. Ezt még tovább lehet személyre szabni hatalmas fegyverarzenállal, ezernyi skinnel és egyedi festisekkel a mechekre, valamint a stukkerekkel is lehet kombózni kedvedre. Építs egy mechet kedved szerint, játsz egyedül vagy haverokkal más csapatok ellen a világ bármely pontjáról. Control Point Capture, 5v5 TDM, 2v2 TDM, valamint bajnokságok is a játékmódok tárházát színesítik. Ez a hónap pedig hozott újdonságokat a Mac Arena-ba, ugyanis most már PC-n is elérhető a játék, nyilvánvalóan jobb játékmenettel, illetve nagyobb képernyőn élvezhető a cucc. Sőt, még maga Neymar Jr. is Mac pilótának állt, jelenleg ő a legerősebb a játékban. A rakétavetőket és a gépfegyvereket boostolni képes, plusz a képességének hála sűrűbben és hosszabb ideig képesek futni a mechek általa. Tehát ő a legjobb pilóta játékban, és teljesen ingyenes is. A Mac Arena ingyen játszható Androidon, iOS-en, és nyilván most már PC-n is. Használd a linkemet a leírásban, amivel ingyen kapsz 30 dollár értékben cuccokat, egy skint, egy amateur crate-et és 5000 darab kreditet. Tegyétek azt, amit eddig sokan mások, jelöljetek be, itt lesz az ID-m, tudunk zörgetni pár kört, hogyha éppenséggel úgy alakul a dolog. Megérkezett az első kajcsink, így néz ki. Szerintem amúgy pofás, viccen kívül. Tehát, hogy így az illata nagyon jó. Nyilván nem fogom az egészet, az mind a négyet én belapátolni, mint az állat, tehát ez nem így fog kinézni. De így egy ilyen decent amountot azért be fogunk túrni belőle. Csirkét, tésztát, spenótot, mindent megkóstolunk egybe. Hát ez így sikerült. De nem tűnik rossznak. Állati forró lett, szóval egyébként 2,5 percet ment csak a mikró. De mindegy is. Na nézd, amúgy tényleg egy normális adag. Hát, jól lakni vele mennyire, lehet, hogy tésztás kajáról beszélünk, az alapból is a legrosszabb szénhidrát nyilván, ami csak létezik. Meg kurva gyorsan átmegy rajtad, mint a vonat. De mindegy, nézzük meg. Ez? This is yes!
Tehát, hogy tényleg ez a szósz, ez... nyilván az ízlés is relatív, ugye? Tehát, hogy kinek mi tetszik. De maga a csirke is egyébként nagyon finom. Tehát nem száraz. Az a legnagyobb parám mindig az ilyen jegyű kajákkal, hogy száraz lesz a csirke. Valamint az, hogy ilyen halízű. Valamelyik a kettő közül lesz a csirke, és az általában halál. Itt nagyon jó. Viszont hozzáteszem, hogy túl sok csirke azért nem található a kajában. Szóval azon az egyen, amit az előbb megettem kívül, ez a nagy van. Meg van itt még elrejtve még egy ilyen ekkora. Jó? És meg egy-két darabka, ilyen pici darabka csirke van. Ez javarészt azért inkább tészta, meg spenót. De nagyon finom. Még egyet rákóstolunk, mert amúgy ez tényleg teljesen vállalható, én azt gondolom, ez a kaja. A csirke mennyiség az ki van spórolva belőle rendesen. Nézd, milyen kis szexi. Picit talán édes, nyilván ezzel lehet segíteni, tehát ez megint csak ízlés kérdés, hogy picikét megsózod. Én személy szerint tennék még rá egy kis parmezán sajtot is, alapból az összesre, ami ilyesmi. Szerintem ez teljesen rendben van, bár egyelőre ugye majd összevetés kapcsán tudok majd róla ténylegesen értekezni összehasonlítással ugye a többivel. Én azt gondolom, hogy azért az, hogy ez a legdrágább, az annyira nem jön át. Tehát az, hogy én bízok a többiben, hogy azok jobbak lesznek. Szerintem ez sem rossz, csak a besamel, gondolom ez besamel akar rajta lenni. Az édeskés, effektíve édeskés, meg kell sózni és kész. Meg mondom, a csirke mennyiség az, ami eléggé, nagyon kevés csirke van benne. Itt is van a második fogásunk, ez a penne arrabbiata. Na most én azt elszartam, hogy ez a legkönnyebb étel az összes közül. Ez nem 400 g, csak 330 g. Úgyhogy kalóriában ez 425,7-re jön ki. Nagyjából ennyi. Tehát persze itt még a zsírokra lehetne bontani így úgy amúgy. Utána lehet nézni bizonyos helyeken. Na de! Ugye ez a 70 g-os különbség, ami a többihez képest van, ugye a többi az 400 g-os, tetten érhető, tehát nem is olyan nehéz ez az étel. Ugye ez a penne arrabbiata, ez ilyen aprított paradicsom szószos, fűszeres, ilyen, hát sajtot nem ír egyébként, de van rajta sajt is, tészta, penne tésztás étel. Szóval szerintem ez egy ilyen baromi egyszerű paradicsomos étel lesz. Sajtból azért óvatosan van rajta, nyilvánvalóan, tehát azért csak így immelámmal így hébe-hóba. Bár ilyen árak mehet, én nem is csodálom. Na nézzük meg, megtekintjük. Looks like this. I think it's sexy. Hát igen. Ez... Paradicsom kockák is vannak benne, nyilván. Ez egy aprított paradicsomos. Aki ezt szereti, annak nagyon jó lehet, de ezen is azt érzem, hogy sótlan. Hozzáteszem, hogy én általában nem szoktam brutál sósan enni, tehát én általában sótlan leszek legtöbb mindent, tényleg. Várjál, álljon meg a menet! A fűszer picit beütött, érzem a trippet, itt most jön egy kis csípősség, jön hátulról, nagyon enyhe, nagyon finoman. Őszinte leszek, én penne arrabbiatát egyébként nagyon nem ettem cheese action, string action. Nagyon nem ettem még eddig. Tehát, hogy valahogy nem a go-to kajám. A vegetáriánus ételnek szerintem elmegy. Hogy van ez? A vegetáriánusnak elmenne ez, de vegánnak már nem, mert van rajta sajt, ugye? Nem vagyok ezzel annyira képben. De vegan teacher le fog engem majd kapcsolni. Ez mi a bánat? Ez mi? Srácok, találtam egy ilyen fehér valamit. Mi az? Fokhagyma? Mit ettem én most meg? Hát ez csak sima hagyma volt. Érdekes. Random találni ilyen történeteket. Hát srácok, ez felejthető. De... Nyilván a legolcsóbb, gondolom én azért, mert húst ugye nem tartalmaz, viszont szerintem vegetáriánus ételnek igazából eddig az előzőnél ez szerintem rosszabb, hozzáteszem, de ez csak az én véleményem. Ezek olyan ételek, én olyan ember vagyok, hogy valami nem jó, akkor is megeszem, tehát hogy tudjátok jól már a snackkóstolós videókból is, hogy én nem szarozok, tehát én, hogyha valami nekem nem annyira ízlik, azt is megeszem.
estek többségében van az a határ, amikor már azért én sem bírom bent tartani a számban. Ez is olyan, hogy tűzoltásnak megfelelő, de úgy igazából nagyon nagy élményt ne vágy tőle szerintem. Nézzük meg a következő kajánkat. Szóval plusz pont, hogy a bolognai spagettihez járt parmezán sajt. Bár félek, mert sok helyen ez is nagyon édes szokott lenni, a bolognai. És félek attól, mondjuk lehet, hogy ez picit meg fogja sósítani. We'll see. El is készült a bolognai spagetti, megfőztem. Itt van. Normális adag. Normális adag. És ugye az extra, az itt van. Mivel ezek szállítva vannak, gondolom én, kamionon, stb. Azért általában mindig eléggé egy oldalra lefröccsen a fajré. És a tészta meg egy oldalon ott van össze szenvedve. Partizsánó. Tipikusan csak az a mutatóba jelleggel, jó? Tehát, hogy ezt azért így kell, de fel tudod spékelni. Ez 1000 forint. Ez 900 forint, 999 forintba kerül ez a kis szajré. Így néz ki. Hát ilyen tipik bolonya is téma. Na nézzük, mennyire forró vajon. Ez jó. Na erre srácok azt kell, hogy mondjam, hogy ez ott van. A sajt is hozzá nagyon kell rá. Elképesztően ég és föld. Ez a sajt, ez nagyon baszó rajta. A rohadt életben. Picit sem édes. Tehát biztos vágjátok, vannak azok a fajták, amikor ilyen édes lesz a túl paradicsomos, vagy nem is tudom, mi lesz akkor, mi van akkor pontosan. Ez ahhoz képest, hogy 1000 forintba kerül, és Tesco-s, és mit tudom én, szerintem eddig ez a legjobb. Na, szóval itt a carbonara, de szerintem ez nem lesz túl jó, mindegy, nézzük meg, proszit. Na, ez nem az igazi. Kezdjük az alappal. Brutál sótlan. A szalonnának az ízét érezni, tehát az a füstös íz az ott van, de... Figyelj, érdekes, én ezt biztos, hogy nem fogom már megenni, mert tényleg tele vagyok. Ez jobb volt, mint az arábiáta, az egyértelmű. Tehát, hogy azt azért nem nehéz lemosni a pályáról. Sorrendben menjünk, jó? Legrosszabbtól legjobbig. Ez tényleg nagyon maximum, hogyha nagyon nagy gázon is gyorsan akarsz olcsón enni valamit, nem tudom, de tehát, hogy ezt én a helyetekbe elkerülném. A következő, hát, az legyen mondjuk igen a carbonara. Tehát ugye a carbonara volt a harmadik számomra, ez meglepően kalóriadús, tehát ez 704, ez a legkalóriadúsabb étel az összes közül, ugye ezek közül. Ami meglepő, egyébként én azt gondoltam volna, hogy ez a tájátej lesz, ami végül nem, mert az csak, igen, az kevesebb volt. Ezért is van az amúgy, hogy ugye a nem selected, vagy inspired by Italy kaják, azok az 330 grammos volt csak, az arabiata, a többi pedig ugye 400. Mindenesetre ez nem jó. Viszont eljutottunk a következő köz, nyilván amúgy már sejtetek, hogy mi lesz a vége, ugye most jön a tájátel, tehát ez a spenótos, csirkés, tejszínes tészta. Ez egyáltalán nem volt rossz, én azt gondolom, viszont sótlan volt, borzasztóan, amin viszont lehet utólag ugye javítani, tehát megsózod és csókolom. Én azt gondolom, hogy ez teljesen vállalható volt, egyetlen egy problémája az, hogy kevés csirke van benne, meglepően kevés csirke van benne. És hát szerintem, bár aztán én már hallottam egy más véleményt is erről a bolognairól, szerintem ez a number van. Én talán azt is mondanám, hogy holt verseny van mondjuk a kettő között. Szerintem, tehát hogy igazából ez egyáltalán nem volt rossz. Tehát, hogy sőt, nekem ez ízlett a legjobban. Tehát ahhoz képest, még egyszer mondom, hogy Tesco-s gyorskajákról beszélünk, és az árképzéshez képest, szerintem ez egyáltalán nem volt vállalhatatlan. Ez meg egy kellemes meglepetés, csak lehetett volna húsosabb, ebben viszont egyébként bőven volt darált hús szép számmal. Mondom, az íz sem volt elcseszve, hál' Istennek részemről, tehát nem volt az a édes desszert jellege. Próbáljátok ki ti is, hogyha szeretnétek. Én ezt úgyhogy azért gondoltam, hogy picit nézegessük meg, hogy miket lehet, milyen alternatívák vannak esetleg a rendelésnek és az otthon főzésnek, mert hát brutál árak vannak mostanában azért a
piacokon, a szupermarketekben, és ezek szerintem jelen gazdasági állapotban, árban még úgy egészen rendben vannak. De persze mondjatok meg ti, hogy mit gondoltok, illetve azt is, hogy mit próbáljak még ki a következő videóban, hogyha tetszik nektek ez az egész. Én ezeket, mert már régóta kattogtam ezeket, ki akarom próbálni, meg akarom így nézegetni őket videóban, szóval szerintem jó pofa dolog. Remélem, hogy élveztetek, srácok, írjátok meg kommentben a véleményeteket. Sziasztok, jöhet az out! Ró, remélem, srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti Butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey.